Megtelt a pécsi sportcsarnok küzdőtere örömtáncosokkal szombaton. A kánikula ellenére mintegy 500-an érkeztek az ország különböző településeiről. A roadshow Dunakesziről indult a Reddit Idősbarát Egyesület kezdeményezésére. Dunakesziről indult, ott volt az első, majd a következő Kecskeméten, Veszprémben, és most itt vagyunk negyedik alkalommal Pécsen. A szervezés az ugye úgy indul mindig, hogy valamelyik oktatótárs azt mondja, hogy szeretném, ha az én városomban is lenne. Akkor azt mi felvállaljuk a szervezést, felvállaljuk, hogy elkérjük az önkormányzattól, ezúton is köszönjük szépen, ezt a termet is megkaptuk itt a pécsi önkormányzattól, meg a többi városban is megkaptuk a sportcsarnokokat. Kisebb helyre már nem tudunk menni, mert olyan sokan vagyunk. Most például a Nyíregyházától, Győrön át, Sümegről, Kaposvárról, 25 oktató jött legalább 40 településről. Az örömtánc a mozgás és a közösséghez tartozás népszerűségét mutatja, hogy képesek voltak messziről is Pécsre utazni a résztvevők, mondja az egyesület elnöke. De mást is megtanulhattak az esemény kapcsán, ami szintén fontos a mai világban. Hihetetlen módon sokat jelent ez, például ugye regisztrálni kell erre az eseményre. Megtanulták használni az okostelefont, megtanultak regisztrálni, hogy ugye részt vehessenek rajta. Tehát nagyon-nagyon sok előnye van ennek, de a legnagyobb előnye a közösség és az, hogy mozog, és nem fog rászorulni segítségre, csak sokkal később. És ennek a család is örül általában. Az esemény pécsi háziasszonya Nagy Mária volt. Ő segített az esemény megszervezésében. Azt mondja, csodálatos élményt élnek át az órákon az idősek, ezért népszerű köztük ez az elfoglaltság. Elfelejtjük, hogy fáj a lábunk, bármi, itt fáj, ott fáj, semmi nem fáj. Óra végén akkor ismét fáj. Szóval azt gondolom, hogy az idős embereknek ez az összetartozás, ez a mozgás öröm agytorna, ez egy fantasztikus, ugye, mert azért most már kutatásokkal megállapították, hogy 60 felett is úgynevezett fiatalabb korba elindul a demencia, illetve az Alzheimer kor. És nálunk az, hogy megtanuljuk a koreográfiát, hogy figyelek a páromra, figyelek a ritmusra, tehát ezek mind olyan dolgok, abban az egy órában nagyon keményen, nagyon intenzíven kell koncentráltunk. Ez pedig segít az egészség megőrzésében, a mozgás karbantartja a testet, az egyensúlyérzék fenntartását segíti. Az örömtánc csoportokban általában 70 év fölöttiek járnak, de nem ritka, hogy 80 évesek is elmennek a foglalkozásokra, tudtuk meg a helyszínen.